a fánokat elviseltem az én kopogtatómon. Ha nem lett volna fán, akkor most nem törne le ez az ág, és most nem lenne dekorációnk. Ez a mi fánk elsőbe ültetjük, és szeretném, mire ballagunk. Szép nagy, terebélyes lenne, és madarak készülnek. Oké. A suli fájáról szedtünk fa leveleket, átsatéroztuk, és tök jó alkotást csináltunk. Már a Covid óta ezzel töröljük a kezünket, de sajnos ehhez is kell a fa. Mi szelektíven gyűjtjük a szemetet, a hangháink részletfából vannak. Innen az erdei iskolából is gyűjtünk leveleket és terméseket technika és természet órára. Az itteni erdei iskolából is gyűjtünk hátsó virágokat a gyógytéjához, melyeket akácivízzel ízesítünk. Mindig erre járok suliba, az út mentét folyamatosan zöldítjük. Reméljük, ha megnőnek, hangi zöld szigetelők lesznek, és meg tudják, hogy azokat a generációt. Hogy csak egy pokol mögé tudok elbújni, jobb lenne több is. Ezt a fát mi ültettük az osztállyal, és reméljük, hogy jó nagyra fog nőni, és sok árnyékot ad. Amúgy a fák tisztítják a levegőt, meg a bokrok is használják. Nézzük oda, oda még lehet ültetni fákat. Vigyétek a fákat, hogy legyen később is mire felmászni. Az iskola épületünk rendben van, de ahogy látjátok, az udvarunkon van vizsgálni. Nézzétek ezt a részt, ezt a szikrakertet is pompásabban látni.